Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV, vagy Viva Natura televízió kedves nézőit. Önök most FAQ adássorozatunkat látják, ami annyit tesz, hogy felelősségvállaláson koeficiense vagy mértéke. És szinte a VNTV megalakulása óta egy drága vendéget szoktunk itt vendéglátni, dr. Dávik Jánost, akinek nagyon nagy köszönet ér azért, hogy most eljöttél hozzánk ezekben a nehéz időkben, amikor sokszor még felkelni is nehéz, de ezt majd nem osztjuk meg a nézőkkel, de végtelen hálás vagyok, hogy eljöttél hozzánk. A nézők szinte naponta kérdezik, hogy mikor láthatnak veled való beszélgetést. Most 2021 április végén vagyunk, és elmondhatjuk, hogy történelmi időket élünk. Történelmi időket élünk, akár 56 idején, amikor a szuezi válsággal eltakarták azt a csodálatos forradalmat, amit Magyarországon itt vívtak. Most ez a Covid-járvány, amit nem minősítünk, van az egész világban, ugyanakkor itt Európa keleti felén egy óriási, akár világháborús készülődés is lehet, amiről mi már korábban nagyon sokat beszélgettünk már, hogy ezt a területet mindenáron, ez a nem látható háttérhatalmi erő mindenféleképpen a nyersanyagi, a gazdasági, geopolitikai és minden dolga miatt szeretné bekebelezni. És most, amikor nem is tud nagyon odafigyelni a világ, akkor minden eszközzel megpróbálják őket befolyásolni, de ugyanakkor a másik oldalról létrejött az Eurázsiai Unió, amiben most már nem csak Kína van benne, hanem ebbe a konstellációba Oroszország mögött fölsorakozott Kína mellé, Kína szövetségese India, nem szövetségesen jó barátja, Irán, az nem volt sohasem kétséges, hogy azért tud ma is létezni, mert vannak oroszországi kapcsolatai, és most itt a egymásnak feszült ez a régi rend, az elmúlt 2005 évnek a minden, nem akarok minősíteni dolga, kicsúcsosodott, most már látjuk, hogy ki az az ellenség, ki az, aki a világgal ezt tette, és valószínűleg ebben a mostani szituációban dől el, hogy a következő 2500 évben ugyanez a szisztéma tud-e tovább menni, ami nyomorítja az embereket lelkét. Csodálatos, gyönyörű földön mindenki boldog és egészséges lehetne. Ezzel szemben ez a szisztéma tönkretette az emberiséget, és nagyon nem látunk most tovább menő utat, és nekik ez az utolsó akadály van, hogy legyőzzék az oroszokat, illetve velük partner viszonyban lévő kapcsolatokat, mert különben vége a birodalmuknak, mert ez a hadugság birodalma nem tartható tovább, ami te fogalmaztál, minden országban az államok feletti hatalom, ahol mindenhova benyúlik a keze, és minden döntéshozónak meghatározza, hogy mit tehet az az ország, és mit nem. Ebbe nyög bele az egész világ, de ebbe nyög bele Magyarország is. Ezt most már egyre gyakrabban kimondjuk, akkor tegyük ki a csizmát az asztalra, illetve nagyon szeretném, hogyha elmesélnéd, hogy ez az orosz konfliktusnak mi a tétje ebben a pillanatban, és milyen kilátásokat látsz, hogyha Amerika mégis ezt a balgaságot elkövetné, hogy Oroszországot megmerné támadni. Valóban az elmúlt napokban egy rendkívül kiélezett világhelyzet alakult ki. Eljutottunk tulajdonképpen egy nagyobb háború, nem akarok túlzásba esni, hogy a harmadik világháború, de egy nagyobb háború lehetőségéhez. De mielőtt bármit mondanék erről, muszáj megmondanom azt, hogy mélységes csalódást okoz nekem a szakmájuk szerint ezekkel a kérdésekkel foglalkozó embereknek a megnyilatkozása, nem csak nyugaton, nem csak Amerikában, nem csak Nyugat-Európában, de itt Magyarországon is, hogy például az ukrán-orosz konfliktust azzal kezdik, hogy Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet. Ez a kezdés, mintha azt mondanánk, hogy B hasba rúgta át. De nem mondom hozzá, hogy előtte A kiverte B-nek a fogait. Na már most ez engem nagy szomorúsággal tölt el, mert tudósoknak ezt nem szabadna megengedni. Mert ugyanis az az ukrán orosz kiéleződött konfliktus, amely majdnem élesbe ment át, és tulajdonképpen még nincs is teljesen vége
ennek a konfliktusnak, az, ha nem is megyünk vissza 2500 évre, mint te megemlítetted, de mondjuk elmegyünk a szovjet rendszer lebontásáig, vagyis a rendszerváltás, elmegyünk 30-32 évre, akkor azzal a szégyenteljes hazugsággal kezdődött, amit a nyugat művelt a kelettel. Mert az öreg Bush is, most a Herbert, George Herbert Walker Bushra, az öreg Bushról beszélek, és az ő külügyminisztere, James Baker, mind azzal érveltek, azt mondták az egyébként szabadkönyves Gorbacsovnak, aki hitt bennük, hogyha szovjet részről hozzájárulnak ahhoz, hogy a német egyesülés, tehát az egységes Németország úgy jöjjön létre, hogy az Egyesült Németország a NATO tagja maradhasson, akkor a NATO cserébe egy új nyitse megy keletre. Na most az erre vonatkozó dokumentumokat elhoztam magammal, mert ugyanis eltelt a 30 év, és ezek az amerikai hiteles dokumentumok ezt egyértelműen bizonyítják, hogy ezt sokszor megtették, teljesen egyértelműen ezt az ígéretet. Az igaz, hogy az ilyen mondhatni amatőr Gorbacsov, és hát sajnálom, hogy ebben még a Sevardnadzesben, aki már egy sokkal dörzsöltebb politikus volt, és ott volt Krücskov is a KGB-nek, akiknek ezt mind mondták, nem tették a szerződések formális részévé. De ezek mindig komoly ígéretek formájában elhangzottak. Itt vannak róla a dokumentumok, amerikai hiteles dokumentumok, és itt kezdődött igazán a probléma. Mert már az eleve egy becstelen dolog, hogy létrejön egy, a második világháború után létrejön egy olyan védelmi szerződési rendszer, a North Atlantic Treaty Organization, tehát a NATO, amelynek az a célja, hogy a második világháború nyomán erőssé vált szovjet szárazföldi erők ne tudják Nyugat-Európát elfoglalni az Atlanti-óceánig. Mert akkor is az Egyesült Államoknak már voltak atomfegyverei, már voltak tulajdonképpen rakétái is, és volt egy nagyon-nagyon erős légiereje, és sok minden más, tűzérség, páncélosok, de a Szovjetunió ereje egyértelműen igen nagy volt az európai kontinensen. Na most, mint tudjuk, mivel 1954-ben a próbálkozások, mert Ruscsov próbálkozott azzal, hogy ezt az 1949-ben létrejött katonai szövetséget semlegesítse. Hát a Ruscsov felajánlotta, hogy belép a NATO-ba. Na de ki az, aki ezt szintén felajánlotta? Mert ugyanis Putyin is felajánlotta, hogy ő kész belépni a NATO-ba. De a NATO, most maradjunk még itt a korábbi időszaknál, természetesen ellenállt, és a szovjet részről a válasz ugye a Varsói Szerződés létrehozása volt. Na már most, hogyha a NATO a Varsói Szerződés kiegyensúlyozására szolgáló védelmi szerződés, akkor az lett volna a fair nyugati ajánlat, hogy mind a NATO, mind a Varsói Szerződés egyszerre oszlassa fel magát. Ez lett volna az egyetlen fair ajánlat. De az, hogy az a másik oldal megtartja
sőt megerősíti a fegyveres erejét azáltal, hogy az egységes Németország a NATO tagja lesz, a Varsói szerződés felbomlik, nincs többé, csupán egy olyan ígérettel, amelyet kimanőverez úgy, hogy ugyan megteszi sokszor, itt van rá a dokumentum, de írásban nem foglalják, kihasználva a jó hiszeműségét az új orosz vezetésnek. Ez mutatja, hogy kezdettől fogva a NATO egy erkölcstelen, el nem fogadható magatartást vet fel. És hogyha ehhez még azt is hozzávesszük, hogyha megnézzük a NATO történetét, az nem valami dicsőséges és a nemzetközi jog által dicséretes történet. Hát csak gondoljunk arra, hogy egyoldalúan megtámadja az ENSZ egyik tagállamát, most Jugoszláviáról beszélek, 1999, amikor szétbombázzák Jugoszláviát, a NATO, úgy, hogy ahhoz az ENSZ biztonsági tanácsa nem járult hozzá. Vagyis a NATO a nemzetközi jog egyik súlyos megsértését hajtotta végre. És amikor a NATO megjelenik például Afganisztánban, amelyről legkevésbé lehet azt mondani, hogy az észak-atlanti térséghez tartozna, mert az bizony a dél-ázsiai térséghez tartozik, és oda belerángatja a teljesen érdektelen európai NATO tagállamokat, köztük Magyarországot is, mert akkor már NATO tag volt. Szóval ez a NATO szégyene, és a NATO ma is akkor tenni a legjobban az emberiség számára a szolgálatot, ha feloszlatná magát. A NATO felett eljárt az idő, a NATO-ra nincs szükség, és a NATO veszélyezteti a világ békét. És ezt ki kell mondani, akkor is ki kell mondani, hogyha a NATO-t, ha tovább visszük, akkor kiderül, hogy az a NATO az az Egyesült Államok. Na, jó. És én nem szeretem bántani az Egyesült Államokat, erre komoly okom van. Hát amerikai állampolgár is vagyok. És ráadásul olyan, aki szereti Amerikát. Na nem ezeket a politikusokat szeretem. Aha. Na, van egy jó kérdésem. Ugye ebből egyértelműen látszik, hogy ki az, aki bármikor pofont oszthat a játszótéren, hogy a te példádat hozzuk ki, ki az, aki a WHO-t irányíthatja, ki az, aki az ENSZ-be bármit megtehet, és nincsen következménye. Tehát mindig eljutunk oda, hogy itt beszélünk Oroszországról, beszélünk erről arról, de mindig van egy olyan erő, amit nem nevezünk meg, de folyamatosan azt csinál a világgal, amit akar, és akkor most talált egy olyan erőt magával szembe, amit úgy hívnak, hogy Oroszország, amiben egyébként úgy is, hogy a bankoligarchák azért rángatják az államot hátulról, de viszont maga az állam erős a saját katonai potenciájával, a saját háttér vagyonával, tudod, hogy egy önálló konglomerátum, ami megvédi magát, aki egy mostani erős kínai szövetséggel rendelkezik, aki komoly veszély, hogy Amerikát, Kína egyszer megtámadja, már szigeteket épít Kína és Amerika között, ahol le tudnak szállni a kínai repülőgépek, és mindent elkövet azért, hogy ezt a piszkos háborúját, amit itt van becsapta, tehát a Zsezsinszki féle semleges övezetet nem tartották be. Oda a rakétákat az orosz határra rátették. Én se hagynám. Bocsánat, még egy mondatot, hogy véletlenül se, ugye megmondták, hogy a harmadik világháborút azt már Amerikában fogják lejátszani, és nem engedik meg, hogy még egyszer Amerika elmenjen a világba, Japánba, ide-oda, és ott küzdje le a háborúját. És hogy ők mit végeznek, ahogy már nincs Németország, erről is beszélgettünk már, illetve Németország határilag van, de önálló
olyan erő, ami egy oroszokkal szövetkezhetne, amitől mindig rettegett ez a háttérhatalom, hogyha Oroszország és Németország szövetséget köt. Tehát ezek az erők már nem léteznek, hanem teljes egészében az az erő, amit sose nevezhetünk meg, de irányít az egész világot. Ő, aki meg tudta csinálni a Big Pharmán keresztül ezt a borzalmas dolgot, amiről most beszélgetünk. A Big Pharmáról nem sok szó esik, de azért minden államfő benne van, még Putyint is berángatták ebbe a dologba, és a háttérben meg készítik elő ezt az ocsmány háborút, ami egyébként tőlünk nincs olyan távol, mint annak idején Indokína volt, vagy bármelyik hadtér. Tudod, ez már itt van a fenekünkben. Igen, elnézést. Tehát muszáj ennek kapcsán, hogy folytassam a te gondolatmenetedet, muszáj milyen szót Oroszországról mondani. Oroszország, ha csak mondjuk a legújabb kori történetet veszem, már második Katalin cárnő panaszkodott arra, hogy nem tudja megakadályozni, hogy az orosz határok keletre terjedjenek, mert nincs határ. És végül, mint tudjuk, végül is a határ Vlagyivosztoknál a csendes óceán lett, mert tényleg nincs határ. És ez meghatározza Oroszország sorsát. Ja, most már csak mellékesen említem meg, hogy a 80 kilométeres Bering-szoros, amely ugye be van fagyva, azon átmentek, és még Észak-Amerikából is Alaszka, az az orosz cáré volt. Amíg az orosz cár. Na jó. Szóval a lényeg az, hogy Oroszország nagyra sikeredett. Hát most, amikor Oroszországból kiváltak tulajdonképpen azok a határai mentén fekvő korábban autonómiával rendelkező államok, és ugye a Szovjetunió területe az 22 millió négyzetkilométer volt. De az így megmaradt Oroszország területe is 17 millió négyzetkilométer. Ami azt jelenti, hogy Oroszország a világ legnagyobb területű országa. Na most, ha egy ország, a világ legnagyobb területű országa, az azzal van megbüntetve, azzal verte meg a sors, hogy nagy hatalom legyen. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen országot egyszerűen nem lehet arra kényszeríteni, hogy bármilyen hegemon világhatalom egyszerűen csak úgy rendelkezzen vele. Mint ahogy ugye Kína esetében sem egy, amely nem a világ, hát elég nagy területű ország, de hát 1400 millió lakosa van. Jó, hogy most már Indiának is 1400 millió lakosa van, tehát két ilyen hatalmas állam van. De Oroszországnak van a legnagyobb területe. Na már most egy ilyen országot nem lehet úgy kezelni, hogy vazalus. Mert egész Európai Unió hiába erős gazdaságilag, az Egyesült Államokat is uraló államok feletti hatalomnak a vazalusa. Mert Európának nem engedték meg, hogy saját hadserege legyen európai. Az Európai Unióhoz tartozó államoknak vannak viszonylag erős hadseregei. De az Európai Uniónak nincs hadserege. Ugyanis hát ugye Franciaország most atomhatalom, Németország nem, de erős szárazföldi hatalom, és hiába volt Brexit, a NATO-nak az Egyesült Királyság továbbra is tagja, és az is atomhatalom. Tehát az Európai NATO-nak két atomhatalma is van Amerikán kívül, Amerika ugye a harmadik, a legnagyobb, a szuper, az extra, ultra, hiper, szuper, ugye? Na már most ilyen körülmények között Oroszországgal nem lehet azt megcsinálni,
hogy megígérem neki, persze ilyen-olyan trükkökkel írásban nem foglalom, hogy egy újnyit se nyomul előre a NATO, és azonnal elkezdi, már az idősebb Bush alatt megkezdte, és Bill Clinton pedig folytatta, és ma már az összes volt varsói szerződési ország, és még más országok is a NATO-nak a tagjai. Na már most ez azt jelenti, hogyha ilyen hazugságra épül egy nemzetközi stratégia, az előbb-utóbb maga után vonja, hogy konfliktusok lesznek. Mert például, ugye, miután Oroszország, tehát a világ legnagyobb területi országa, már Brzezinski, most nem a Brzezinski könyveit nem hoztam el, de a Brzezinski és mások kidolgozták, hogy Oroszországra a megoldás az, hogy fel kell darabolni. Elkészültek a tervek, hogy lesz Uralig egy Oroszország, lesz a Távol-Keleten egy Oroszország, és lesz Szibéria. Na most ezt a terv, ennek a tervnek a megvalósulását Jelcin alatt, aki tulajdonképpen sajnos a NATO és a NATO irányító államok feletti hatalom engedelmes lakájának bizonyult, és akinek az idején nem csak, hogy megbénult az orosz gazdaság, hanem az történt, hogy olyan mélyre süllyedt, hogy a hadsereg tisztikara nem kapott több, mint egy fél évig fizetést. Abból élt, hogy ők maguk tenyésztették azokat a disznókat, amiket megettek. Meg eladták az atomfegyvereket a terroristáknak. Na most világos, hogy ez a rendszer így nem mehet tovább, és azért megint még a Brzezinski már nem él, de ugye ő sokáig ennek a háttérhatalomnak a egyik fő ideológusa volt. Na most ő azt is megírta, hogy tulajdonképpen Oroszország sorsát az fogja meghatározni, hogy kié lesz Ukrajna. Mert Ukrajna egy nagy területű, virágzó ország volt tulajdonképpen a Szovjetunión belül. A második legfontosabb ország volt Oroszország után. És azért engedd meg, hogy legalább néhány mondattal mondjam, hogy Jelcin alatt hogy rabolták ki Oroszországot. Hogy miért jutottak oda, hogy a jelcini rendszernek folytatódnia kell, de úgy, hogy feldarabolják Oroszországot. A technika az volt, hogy azt mondták az oroszoknak, hogy ha a nyugati rendszerre akartok áttérni, és azt az életszínvonalat akarjátok, akkor a következőt kell csinálni. Az első az, hogy az oroszoknál, tehát a maradék országokban, tehát itt most Oroszországról van szó, olyan inflációt kell csinálni, ha nem akarjátok, hogy egy hatalmas nagy infláció, akkor fokozatosan szépen el kell inflálni a pénzt, hogy ne legyen az orosz társadalomnak pénze, mert ez a pénz nem jó. Ne legyen rubel, hanem dollár. Igen, illetve a rubelnek legyen dollár fedő. A második feladat, ha ezt megcsináltátok, akkor a köztulajdonban lévő gazdaságot, ipari üzemeket, hatalmas ipari üzemeket, földeket, azt mind privatizálni kell. Hogyan történik a privatizáció? Ti, akik most a vezetők vagytok, írjátok a saját nevetekre ezeket az ipari üzemeket és gazdasági egységeket. Mert ha a nevetekre írjátok, akkor ez már eladhatóvá válik. És ha eladhatóvá válik, már oroszok nem tudják megvenni, mert el lett inflálva a pénzük. Nincs pénzük.
Ezt már csak nyugatiak tudják megvenni, és akkor a nyugatiak megveszik, és akkor ez a pénz kivihető az országból. És ezt megcsinálták. Tehát valójában 8 oligarchia mind a nyugattól kapta a dollárt, hogy a nyugat számára, illetve először átiratták a maguk nevére, mikor ők már a papírok szerint tulajdonosok volt, akkor már eladhatták, és a pénzt kivitték. Egyedül 99-ben több száz milliárd dollárt vittek ki Oroszországból Soros és az ő általa odavitt szakemberek. Itt Sorosnak már kulcsszerepe van, és ezt azért mondom, ide kiraktam egy másik könyvet. Igen, de ami kétszer... Ide kiraktam egy másik könyvet, aminek az a címe Szerger Glaziev, aki egyetemi tanár ma is, és a Putyin főtanácsadója, de miniszter volt Jelcin kormányában egy darabig. Ennek az a címe, hogy genocide, tehát népírtás, tehát Russia and the New World Order. Ebből leírja, tehát amit én most itt röviden elmondtam, ezt egy olyan ember írta meg, úgy hívják, Szergej Glaziev, aki matematikus közgazdász a szakmája, Putyinnak most is a tanácsadója. Tehát megírták, tehát egy gyalázatosan kirabolta a nyugat Oroszországot. Egy mondatot engedj meg. És hogy ezt tudja folytatni, eljutott odáig, hogy a Bzezinski és mások által kidolgozott feldarabolását Oroszországnak megkezdték. Na, következő első gondolat az volt, hogy ez a fajta szisztéma, amit most itt megcsináltak Európával, Oroszországgal, a rendszerváltás utáni kis országokkal, ez egy több ezer éves szisztéma, ezt nem most találták ki, ez az oszd meg és urak, hogy becsaplak, nem tartom meg, stb. Mindig is ez volt a szisztémájuk. Hogy mondod, hogy több száz milliárd dollárt kivittek Oroszországba, és ez a kis ország, a 243 milliárd dollár, amit innen kiraboltak hasonló szisztémával, hogy először a volt regnáló komcsikra ráíratták a dolgot, azok utána meg eladták a külföldi tőkéseknek, akik bezárták a gyárat. Én ott voltam Gödöllőn, amikor felszámolták a magyar hadsereget, és 100 számra vágták szét a tankokat, a NATO felügyelete mellett tönkretették, nem volt hadsereg, stb. Majd utána hosszú évtizedekig semmiféle katonai erőnk nincsen, és most van az, amikor elkezdtünk vásárolni egy kis katonai erőt úgy, hogy tegnap láttam pont egy filmet, hogy a német hadsereg micsoda anyagi gondokkal küzd, hogy nincsen muníció, nincsen új technika, stb. Tehát mesterségesen, ahogy te mondtad, lerombolják a nemzetállamoknak a szuverenitásához szükséges minimális haditechnikát, és cserébe odajön a NATO, ami nem tehát egyértelmű, hogy ki a kutya gazdája, mindig idejük adunk ki. És ezek ugyanazok az erők, akik csalással, átveréssel, évszázadokon keresztül tönkreteszik a királyságokat, kormányokat, megfűtik Napóleont, hogy elinduljon olyan időszakban a Kutuzov ellen, amikor tudja, hogy megfagy. Meg látjuk ezt, hogy Oroszország az a régi nagy vágyálmuk nekik, hogy egyszer ezt a végtelen nyersanyagot, aranyat és mindent megszerezzenek, és ha az ő kezükben van, akkor hátradőlhetnek, és azt csinálnak a világ embereivel, amit akarnak. Már látszólag most is azt csinálják, mert nézd meg, hogy milyen birkasorba kényszerítették a média és minden által, de Oroszország az, amit nekik most mindenféleképpen le kell győzni, csak éppen ezt nem csak Pistélyen okos, hanem már a többiek is rájöttek és beálltak Oroszország mögé. És ez egy óriási potenciális veszély a világnak, mert azért az a pár milliárd ember, aki még plusz az oroszokhoz csatlakozik, akik létszámban nem olyan jelentősek, viszont technikában, emberanyagban most már olyan két erő feszül egymásnak, amit nem kívánnak az emberiségnek és a földanyának sem. Igen, na most, hogy téged folytassalak, tényleg az van, hogy ez az Oroszország, amit megszorongattak, mert pont fordítva van, tehát azok, akik ugye azzal kezdik, hogy a ukrán-orosz konfliktus azzal kezdődött, hogy a Krím félszigetet, azok a magyar tudósok egy kicsit nézzenek magukba, és ha lehet, szégyeljék is magukat, mert az bizony azzal kezdődött, hogyha már a közvetlen előzmények, hogy előzőleg 5 milliárd dollárért több év alatt egy pucsot készített elő
az államok feletti hatalom megbízásából az Egyesült Államok név szerint Victoria Nuland. És az, hogy ez 5 milliárd dollárba került, azt Victoria Nuland mondta. Victoria Nuland ebben az időben, a 14-et megelőző időkben, ő az amerikai külügyminisztériumnak az az illetékes külügyminiszter helyettese volt, aki az európai, kelet-európai ügyekben volt illetékes. Én egyszerűen csak úgy hívom, hogy a fag di EU lédi, mert ő volt az, aki az amerikaiak által napi díjjal fizetett tüntetések, a tüntetőknek attól függően, hogy milyen funkciót láttak el, adtak napi díjat, megtelefonálta, és ez a telefon beszélgetés nekem megvan, nekem megvan, mert én levettem az internetről. Szóval a lényeg az, hogy ez a telefon, az akkori kijevi amerikai nagykövetnek mondta, hogy a Jacenyukot kell majd, ha puccsal átveszünk, ő legyen az első számú ember, stb. És ő mondta azt is, hogy 5 milliárd dollárba került a puccsnak elkészítve, és hogy a jogszerűen, törvényesen megválasztott elnököt, akinek a megválasztásába többek között részt vettek a orosz nyelven beszélő ukrajnai keleti tartományok. Mert azok úgy kerültek Ukrajnához, hogy 1922-ben Lenin, hogy legyen ukrán munkásosztály, ezt a lényegében orosz rúrvidéket átpasszolta Ukrajnának, hogy legyen munkás, de ezek oroszok, és mindig is oroszokhoz tartoztak. És hát Kijev is úgy, vagyis a Krím félsziget is, ami mindig orosz volt, úgy került Ukrajnához, hogy 1954-ben az ukrán Ruscsov volt az SKP első embere, és egyszerűen oda csatolta Ukrajnához az egyébként oroszok által lakott Krimfélszigetet. Na de mindegy, tehát azok a magyar szakértők, akik az ukrán-orosz konfliktust, ami most még tart, azzal kezdik, hogy mert Oroszország annektálta a Krimet, szégyeljék magukat, mert a puccsal kezdődik a történet. Uh-huh. És a puccsnak pedig az előzménye az, hogy tartották be a megállapodást. Hogy rossz indulatúan, rossz szándékkal lényegében az orruknál vezették, becsapták, hazudtak Gorbacsovnak, amikor szó volt arról, hogy az NDK-ból kivonulnak és átengedik, mert ugye úgy is meg lehetett ezt volna csinálni, hogyha meg is marad a NATO, de az Egyesült Németország az legyen semleges, egyiknek se legyen tagja. A Varsóinak szerződésnek nem lehet tagja, mert az már nincs, a NATO-nak se legyen a tagja. De hát ugye arról volt szó, hogy legyen a tagja, de akkor nem megy a NATO keletre. És azonnal ment, és maga Brzezinski írta meg, hogy tulajdonképpen a versenykés, vagyis Oroszországnak a meghódítása a nyugat által, az akkor fog eldőlni, amikor Ukrajna egyértelműen a nyugat vazallusa lesz. Ez Brzezinski írta le. Ez most így van. Na már most, tehát azok a magyar szakértők, akiket szégyellek, és mindig visszatérek rá, mert ne kezdjék a jelenlegi konfliktus úgy, hogy amikor pedig Oroszország annektálta a Krimet. Nem ott kezdődik. Tehát ne ott kezdjék, hogy B hasba rúgta át, hanem ott kezdjék, hogy előtte A pedig kiverte a fogait B-nek. Mm-hmm. Na már most ezt most visszatérve, most ott tart a dolog, hogy rájöttek a Bidenék,
és a Bidenékről tudni kell, hogy azok a neokonok. Mert kivételen elhoztam a névsorokat, nem érde. Kivétel nélkül mindenki neokon, aki ma a Biden-féle kormányzathoz tartozik. Na most a neokonok pedig tudják, hogy ha megtörténik az, amit egyébként nagyon jól tudott Bismarck, nagyon jól tudott második Vilmos, erről győzködte Börkő Soundon a cárt, ugye, második Miklost, második Vilmos, hogy ha a németek és az oroszok, tehát a német technológia és az orosz végtelen sok nyersanyag találkozik, akkor ez az erő független tud maradni. Ezt ez az államok feletti hatalom nem tudja az uralma alá tartani. Tehát a hegemon nem tud rajta uralkodni. Ezt tárgyalták meg Björkö Szaudon már 1905-ben. Igen ám, de az történt, hogy most Európa egy olyan helyzetbe jutott, hogyha befejeződik az északi áramlat kettő távvezetéknek a megépítése, amelynek a vége Greifswaldnál, Lubminnál és Sassnitznál van, a volt NDK. És ez már 95%-ban kész. Ha ez beindul, akkor Európa gazdasági motorja, az a Németország, amely ugyan megvan alázva, a hegemon hatalom a nyakán tartja a lábát, mert meg van tiltva minden németnek, hogy német legyen. Német nem lehet. Élhet jól, de német nem lehet. Na már most, ezek a németek, ha átveszik az olcsó, a lényegesen olcsóbb, és korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló orosz földgázt, akkor Amerika hiába van óriási palagáz tartaléka, azzal nem rút labdába, és egyáltalán Amerika elveszíti a hegemon hatalmát Európa felett, mert ha gazdaságilag elveszítik, előbb-utóbb ez átmegy más szférákba is. Tehát most jött el az az idő, hogy balhét kell csinálni Ukrajnában azért, hogy ne lehessen befejezni az északi áramlat kettőt. Pedig hirdetlen pénzeket kapok. Mert ugyanis, és hogy lehet most balhét csinálni? Mert ugyan, ugye itt muszáj egy pár szót szólni az ukrajnai helyzetről. Mert ugye az történt, hogy megcsinálták a gyalázatos puccsot, amiről ezt se szokták mondani, de én a könyvben megírtam, és benne van, hogy a Jacenyukra azért volt olyan szükség, hogy ő legyen az első ember, mert utána, a puccs után napokon belül az ukrán állam összes aranyát egy külön repülőgép elvitte New Yorkba. És ott is erről van. Azóta is hallgatnak, mert ez körülbelül 35 milliárd dollár nyar, vagy mindegy. Ízletlen mennyiség. Mindegy, de erről hallgatnak. Azóta se pótolták. Tehát erről hallgatnak, hogy az ukrán állam aranyát, ez a Jacenyuk, akiért a Victoria Nuland, és a Nulandnál az is a probléma, hogy a Nuland az újból visszakapta a harmadik ember az amerikai külügyminisztériumban most. Tehát azok az erők jöttek újból hatalomba, akik annak idején átverték. Pontosan, és ez a bizonyos Biden, ez pedig bármit aláír, amit az asztalára tesznek. Szaros vécépapírt is, ez bocsánat a viccre, nézzetek utána az interneten, hogy van ez. Lassan egy órája beszélünk. De még mindig van egy pár dolog, amit muszáj megmondani, hogy, hogy ennek vége legyen. Azt kell elmondani, hogy az orosz nyelvű tartományok persze, akiknek a szavazataival volt a törvényes elnök, aha, nem fogadták el a puccsot. És akkor
Ezeket úgy hívják, hogy Luhanszk meg Donyeszk, vagy együtt a kettőt Dombász, a Rúrvidék. Mm. Na most ezek nem fogadták el, mint ahogy nem fogadta el a Krimit se, ahol oroszokkal értek. Mert ez azzal kezdték, hogy mert tulajdonképpen a nyugat-ukrajnai az egy ilyen eléggé szélső jobboldali beállítottságú társaság, gondoljunk csak arra, hogy mit művelnek a magyarokkal is. Na most a lényeg az, hogy ezek nem. És amikor oda mentek ezek a nyugati szélső jobboldali milíciák, hogy fegyveresen leverjük őket, ezek ellenálltak, és valóban ennek a társaságnak, amely egyébként az itten élő lakosság egy kicsit iskolázottabb, mert ipari vidékről van szó, ezek sikeresen álltak ellen, és kaptak fegyvereket az oroszoktól. Ezt már Putyin nem tette meg, hogy nagyon. De amikor ezek, a Krimbe ugye szavazás zajlott le, de amikor ezek fölajánlották, hogy mi is hadd csatlakozunk, nem fogadta el, mert Putyin azt mondta, hogy nem, ti Ukrajna vagytok, de vívjátok ki a pucsista kijevi kormánnyal, hogy lehessen nektek olyan autonómiátok, hogy például beszélhessetek oroszul. Ne legyen az orosz betiltva például. Például az orosz ne legyen, mint hogy most is be akarják tiltani még a magyaroknál is, hogy magyarul beszéljenek. Ez az egyik dolog, ami rendkívül fontos. És a másik pedig, mert ugye ez azt jelenti, hogy ezt sikerült Oroszországnak úgy elintézni, hogy az úgynevezett nyugati államok, akik harcoltak ugye a második világháborúban, és a kijevi kormányzat a Minszki egyezmény keretében ezekkel tárgyal. De ez nem történt meg, de amit még nagyon fontos megmondani, amivel lovagolnak Ukrajnánál, igen, hogy Krím-félsziget hiába szavazott, és egyértelmű tiszta szavazás volt, Kijev nem járult hozzá. Erre föl Oroszország joggal mondja, na és Belgrád hozzájárult ahhoz, hogy a NATO elszakítsa Koszovót? Soha nem járult hozzá. És mit kapott érte Belgrád? Az, hogy a NATO az ENSZ tagállamot a biztonsági tanács hozzájárulása nélkül szétbombázta. Na, egy a lényeg az, hogy egyik politikánk se kívánja ezt a háborút, soha nem kívánt senki háborút. Azért nagyon fontos erre odafigyelnünk, mert ez egy kicsit közelebb van hozzánk, mint bármi más idáig, amit a hidegháború és annak a környékén elkövettek a világban. És a következő adás, amiben szeretnék veled beszélni, ugye mi most már legalább szerintem ez a 30. adás előtt beszélünk. Beszéltünk annak idején a Gládióról, amikor ugyanannyi 45 lázadot, 45 kormánykatonát lelőttek megrendelésre a NATO-nak a titkos kis csapata, amiről ma már nyíltan lehet beszélni, amiről te beszélsz. Beszéltünk Wuhannal kapcsolatban arról, hogy a amerikai katonák vitték oda a Spartakiádra a vírust. Akkor úristen, ma már erről mindenki beszél. Ma már mindenki tudja, hogy mesterséges vírusról van szó. Mindenről tudnak az emberek, csak ezek az erők, amik a médiát és mindent a kezükbe tartanak, úgy irányítják az emberek tudatát és az életünket, hogy akarják. És ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy ma Magyarország miért nem tehet azt, amit akar, hiába van nemzeti kormányunk, hiába vannak erőforrásaink, meg fogjuk azt beszélgetni, egy fantasztikus könyvsorozat van a kezembe, amit borvendég Zsuzsanna írogatott, fantasztikus elismerésem a hölgynek, nagyon sajnálom, hogy hozzánk nem jöhet, hogy alakult ki a Szovjetunió erről, mert beszéltél korábban, hogy melyek azok az erők, ami Lenint oda tették, melyek azok az erők, amit az egész rendszert létrehozták. És hogy lehet, hogy ugyanezek az erők beszivárogtak Magyarországon illegális mozgalomba, majd 45 után létrehozzák azokat a vállalatokat, amik utána kijutnak Európába, és azokon keresztül visszajutnak azok az erők, amelyek annak idején a Szovjetuniót is létrehozták, és itt egy Kádár rezsimnek el kell fogadni azt, hogy az ország vérét szipolyozzák mindenféle szerződés. És ebből az egész oda szeretnénk majd eljutni, hogy igenis ez a mindenek felett álló erő, ami most például lesz kavarja ezt a jó kis világháborút, mert neki Oroszországot nem szerzi meg, esélye nincs Kínával szemben bármit csinálnia. Pont.
hogy ezek milyen módon tették tönkre Magyarország életét a rendszerváltás után, milyen módon tették ugyanazt felünk, amit itt az előbb elmondta az oroszokkal kapcsolatban, de elmondhatnánk Bulgáriával kapcsolatban is, egyszer erről szeretnék beszélni. És nekünk milyen lehetőségünk van arra, hogyha felfedezzük, hogy úristen, ezek itt ülnek még ma is a minisztériumokban, ugye hívhatjuk őket illuminátusoknak vagy szabadkönyveseknek, de most is ugyanúgy piócaként szívják az emberiség és Magyarország vérét is. És akkor ott lehet vitatkozni a parlamentben dolgokról, de amíg ezt ki nem mondjuk, hogy ezért van emberek, mert nincs is lehetőségünk arra, hogy bármit tegyünk, mert hogy ezek a szabályok, azok befolyásolják az életünket, az emberek ezt tudják, na akkor mehetnek ki a jégre Mátyás királyt választani. Már bocsánat, hogy ezért a kis analógiáért jöttem, de még nem is tudjuk, hogy mi zajlik, csak folyamatosan azt látjuk, hogy ez a szegény országból 243 milliárd dollárt ki lehetett vinni, hogy az emberek életszínvonala azért nem tud növekedni, mert egyszerűen óriási multicégek érdekei ellen megy a dolog, és ezek a multicégek irányítják már az életünket, akár kormányzati szinten is. És minden apró morzsa, amit megkapunk, annak meg örülni kell, és a Magyarság Kutató Intézetet itt mondom el még egyszer, minden szavammal éltetem, mert onnantól tudhatom, hogy nem fingugor vagyok, hanem esetleg onnan származtunk, ahonnan jöttünk, a hunságunkat elfogadjuk, és ezért én áldás is, mert ilyen nem volt ezelőtt, igaz, nem hallottunk. Még egy kis Petőfi dolgot, hogy lerendezünk, aztán már is jobban vagyok, tehát a morzsákat, a fényt, azt lehet látni az alagút végén, csak most nem szabad visszafordulni, erre hagyom, hogy reflektáljál majd a következő adásba, mert ezek az erők mindent el tudnak követni a világ médián keresztül, hogy az embereket hülyeségbe tartsák, és például elhitetik velünk azt, hogy a második Katalin cár idején foglalták el a Krímet, ugye, de most lehet, hogy most megbukom tanárul, körülbelül az az időszak, és gyakorlatilag ma meg a mesét, ha sokat ismételgetik nekünk, médiában itt, akkor elhisszük a hazugságot, igaz? És ez alapján velünk bármit meg lehet csinálni. És ez a tudatos embernek a legfontosabb dolga, hogy ébredjen föl, és lássa, és hallja meg az igazságot, és ennek te egy nagyon fontos szereplője vagy, mióta ismerlek, olyan dolgokat mondtál el, ami abban a pillanatban nem is látszott annyira, de egy idő múlva, fél év, egy év múlva ugyanazt kiáltották már az utcákon is, amit te még csak suttogtál itt nekünk. Meg mindent kaptam rá a fejemre. De azok a... Figyelj. Még az összeesküvés elmélet a legenyébb volt. Aha. Sok egyebet is kaptam. Nézd ide, az a szeretet, ami itt is körülvesz téged meg, amit a nézők részéről kapsz, körülbelül ennyi az, amit tudunk ezért kapni, és ők meg egyszerűen, ha nem lenne egy ilyen ember, mint te, akkor egyszerűen ez a tudáshoz nem tudunk honnan hozzájutni a könyvéd által, az a félelmetes energia, amit bele tudsz fektetni vehemenciával az előadásaidba, ez egy csoda, és én személy szerint és a nézők nevében is, hogyha lehetek ilyen patetikus, nagyon köszönöm neked ezt a dolgot. És a következő adásban akkor azt tárgyaljuk meg, hogy hogyan alapították ezt az egész szovjet birodalmat, kik voltak azok, akik például a cáracsúcskát is kivégezték, mert nem volt rá szükség, mert a bankszámlája azok meg az ő kezükben voltak, és milyen módon lehetett utána a háború után ezt az egész konglomerációt átültetni nyugatra, hogy onnan újból tudják szipolyozni ezt az egész rendszert. Tehát mi azt hiszük, ráadásul, hogy két rendszerről van szó, de mindig egy és ugyanaz a szipoly volt a világon. Így van. Így volt. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Hamarosan folytatjuk, nektek ez körülbelül két hetet jelent, de vigyázó szemeteket most Oroszországra vessétek, és bárkinek van lehetősége, hogy elmondja az igazságot, az igenis mondja ki, mert minden csak háborút nem. Köszönöm. Viszontlátásra.